Paja Bea, énekes, dalszerző. Kisebbik lánya születése után pontosan 5 héttel találkoztunk, még a gyermekágyi időszakban, és nem mi voltunk az elsők. Van, aki szerint Bea túl sok, de ő ma már nem hagyja, hogy mások mondják meg, hogyan éljen. Egyáltalán nem készültem külön, mert hogy nem érdemes Paja Beával a beszélgetésre felkészülni, mert nem lehet tudni, hogy mi fog történni, és miről fogunk. Mi utoljára az Elviszlek magammalban beszélgettünk, viszont amikor legutoljára láttalak, az nem is tudom hány nappal volt szülés után, a berlini filmfesztiválon, a filmbemutatón. Az nagyon frissen a baba megérkezése után történt, ugye? 10 nappal konkrétan. Hát a gyermekágyból. Igen, azonnal a vörös szőnyegre. Hát így igen, kell, így kell, így ér. Figyelj, gondoltam, igen, de falud legyen kövér. Egyrészt másrészt én ezt tökre akartam. Én ki akartam menni, nem is a vörös szőnyeg miatt, hanem találkozni azokkal az emberekkel, akikkel a filmet pont egy évvel ezelőtt készítettem. Tehát annak volt a legnagyobb érzelmi ereje, meg egy ilyen ciklus-záró momentum, hogy így. Volt egy évvel ezelőtt valami, meg ugye nem láttam még a filmet, és meg akartam nézni. Tök nagy öröm volt. És ilyenkor megfordul a fejedben az, hogy mondjuk lesz az embereknek egy szabad szemmel jól látható tömege, aki azt mondja, hogy mit keres egy anyuka, friss anyuka, 10 nappal szülés után a berlini vörös szőnyegen, hát nem bír az ilyen magával? Olyan jó, mert ezt biztonságos körben lefutottam ezeket a köröket, ugye barátnőkkel, meg barátokkal beszélgettünk erről, és volt 2 olyan barátnőm közeli, akik nagyon szeretnek, nagyon támogatnak, és mondták, hogy az ő világukban ez sok. És olyan jó volt tőlük hallani, hogy így mondtam is, hogy nem esik jól, tökre értem, hogy ez nektek sok, de hogy én nekem meg megvannak az érveim mellette, és hogy én így döntöttem, és nagyon jó volt így dönteni. És a férjem is olyan támogatott ebben, egyébként ő is jött velem. Mennyire gyakori a te életedben az, hogy azt kell mondanod, hogy ez az én döntésem, aha, és ezt ezért és ezért döntök máshogy, mint te. Tehát mennyit kell neked magyarázkodnod azért, aki vagy? Egyre kevesebbet. Korábban ezt nagyon-nagyon sok fájdalommal vettem körül, meg nagyon sok ellenállás volt valahogy még az ilyen, például az ilyen döntések körül, amikor úgy kilóg a normálisból az, amit csinálok, kilóg egy mintából, akkor úgy meg kellett magyarázni, és most már így egyre kevésbé. Tehát pont ugye hozzátok is jó néhány, most 2 cikkem is megjelent, és annyira reagáltak pozitívan, tehát hogy én azt tapasztalom ebből, hogy az, hogy nekem máshol van a határ, azt, hogy mennyit mutatok meg, vagy éppen mit, hogy csinálok, azzal önmagában nem bántok senkit. Tehát hogyha van egy ilyen elmondom, hogy nekem mi a történetem, megosztom veled, és van egy melegség ebben a szándékban, akkor ugyanazzal a melegséggel reagálnak rá, vagy megértéssel, vagy látsággal is. Én az utóbbi időben túlnyomó részt csak ezt kapom. Úgyhogy ez nagyon jó érzés. Azért, amúgy említed a VMN-en megjelent cikkeidet, valóban, én nekem nagyon felszabadító volt azt látni, hogy milyen jól reagáltak többségében, a nők és férfiak arra, hogy valaki ismert emberként leírja például azt, hogy a várandóság az nem feltétlenül áldott állapot, hanem az terhesség. Igen. Az első cikked az pont erről szólt. Igen. Nagyon fontos mondatokat mondtál ki. Igen, és nagyon jó érzés volt kimondani. Amikor írtam, akkor annak az érzésnek a mélyén voltam, hogy ez nekem nem volt ott jó, meg akkor így férjemmel is éppen nehéz volt, és így mocsaras volt a család élet. És amikor átküldtem neked, már addigra eltett 2 hét, és az olyan érdekes, hogy ennek van egy ilyen, mint a hangyaba, így az érzések így jönnek-mennek, tehát igazából addigra én már másba voltam. És amikor megjelent, akkor meg jöttek a gratulációk, meg így írtak az emberek, ilyen barátok, meg nem tudom, egy köszönő levelek sokaságát kaptam. Közben én csak leírtam, ami lejegyeztem, ami volt. És hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy így ez a fajta őszinte beszéd, vagy történetmegosztás, szerintem ez az, ami mentő a mai világháború érzelmi tengerén, mert egyszerűen szerintem sok a maszk, meg az egyén szerintem magára marad, és valójában közösségek nem annyira működnek, vagy kicsit másképp működnek, ugye vannak online közösségek, de hát ha online közösségek, akkor ott viszont szerintem le kell írni mindent, ami helyettesíti azt, hogy a szemedben nézek, vagy látod a gesztusaimat, vagy ami az élő beszédben ugye természetesen ott van, tehát hogy melegen kell írni meg, mondom ezt a melegséget, de és úgy, hogy életszerűen, vagy így őszintén, vagy valami ilyesmi. Amikor
amikor mondjuk leírsz olyan, emlékszel mondatokra, akár persze. A cikkből, akár dalaidból, persze. Gondolataidból? Mik voltak a legemlékezetesebbek neked? Akár ebben a cikkben? Akár ebben a cikkben, vagy érzések, amiket aha. Kimondtál, kénekeltél, vagy leírtál ebben az időszakban? Hát például ugye az egy 4 soros vershez zárul, hogy családbörtön ablakában gyermek a karácsok, azokon át csak kis világszeleteket látok. Egyszer innen elszököm, majd éltet ez a jó hír, még mielőtt felakaszt az anyakezű hóhér. És amikor ezt a 4 sort így leírtam, akkor így azt gondoltam, hogy na, ebben tömören benne van az, hogy én nekem most éppen nem jó családban lenni, most ki akarok törni. És ilyen van. Aztán utána persze maradok, de pont talán pont azért, mert ezt leírhatom olyan szép, hogy az arcodon megjelent ennek a 4 sornak így az ereje. Sajnos, hál' Istennek megvan az arcom a te mögötti kamerádban. De olyan jó volt, hogy elkezdtem. Igen, mert emlékszem, kirázott a hideg, és szerencsére bőrkameránk nincs, szőrkameránk nincs, de hogy annyira jó ezt néha visszaolvasni, hogy lehet azt hazudni, hogy anyának lenni mindig nagyon könnyű, és az élet a világ legcsodálatosabb dolga, és tényleg a világ egyik vagy a legcsodálatosabb dolga annak, aki ezt így érzi. Igen. Viszont nem, tehát hogy akkor is, ha így érzed alapvetően, nem néha... Nem mindig ilyen. Nem. Meg szerintem, mint az élet, mindig változik, tehát hogy szerintem anyának lenni tényleg csodálatos összességében, de az, hogy egyik nap ilyen, másik nap olyan, vagy mondjuk az egyik szakasza, a nagyobb hetek, hónapok, azok mondjuk nehezek, aztán meg könnyek, ez van, és hogy így, nem tudom, én nekem azt hiszem, hogy ez valamilyen túléléshez, vagy ilyen alapvető, ilyen életerő fenntartáshoz is kapcsolódik, hogy azt mondjam, ami van, és persze ennek nyilván vannak így műfai határai, tehát hogy a dalt írok, azért akkor jobban körülrakom képekkel, vagy mondjuk jobban tömörítek, vagy ilyen szimbolikus dolgokat használok. Ha mondjuk leírok egy cikket, akkor az nagyjából, ott nagyjából azt olvasod, amit én mondjuk a barátaimmal beszélek. De az nem baj, tehát hogy legyen erről párbeszéd, és egy kicsit úgy is szánom ezeket a cikkeket, hogy ilyen fel vannak dobva labdák, amikről aztán kezdjetek el beszélgetni. Az én Facebook oldalamon az a 45 ezer ember, az egymással is beszélget. És ez annyira jó, hogy nem csak hozzám beszélnek, hanem vannak ilyen megkezdett gondolatok, meg ilyen labdák, amiket feldobunk, és ők egymással elkezdenek így beszélni erről. És ezt te hogy oldod meg, milyen eszközeid vannak arra, hogy mondjuk... hogy a helyén kezeld a külvilág által eléd rakott verbális, vagy bármilyen más aha. gátakat, vagy akár a saját magadban. Mert hogy mindenkinek van olyan pillanat, amikor azt mondja, hogy ezt én nem, én ehhez kevés vagyok. Ezeket a gátakat. Most megint új kihívások elé állítom magam, mindenféle ilyen motivációs beszédeket tartom, meg tanítok, és ott is felmerül ez, hogy elég érdekes vagyok-e, elég jól tudom-e struktúrálni a mondandómat, eléggé, nem tudom, elég érdekes vagyok, elég... Mondjuk érdekesnek érdekes, de inkább ez a struktúra, vagy ez a... Képes vagyok igen, erre, egyetlen, hogy elég, igen. Aha. És amikor félek, akkor ott valami izgalmas van, úgyhogy tudom, hogy arra kell menni, nagyon sokat kell dolgozni vele, amit mondjuk nem szoktam kisporolni, és aztán utána valami mindig lesz. Tehát a félelem irányában az izgalmas dolgok vannak. Szinte már van egy ilyen mintám a saját életutamon, hogy... És ez ilyen szempontból jó érzés 40 évesnek lenni, tehát 25 évvel csinálni azt, hogy megyek a félelem irányába, mert abból még mindig csak jó sült ki. Uh-huh. És ez, tudod, ez így elraktározódik benned, és van egy ilyen nyugalom, hogy persze, most félsz, de egyébként nagyon jó lesz. Mikor legutóbb beszélgettem veled kamerák előtt, akkor az autóban elénekelted a Tükör című számod dalodnak egy részét. Igen. Csak az jutott eszembe, hogy és az előbb emlegetett cikked is egy tükörbenézéssel indul. Szóval, hogy azt nem tudom nem észrevenni, hogy azért neked ez a tükör előtt állok, és nézem magam, a testem, a lelkem tükröződését. Ez azért egy ilyen mindennapos, igen. Erős, kemény pillanat lehet. Igen, és szerintem jól teszem. Vagy szóval van egy ilyen, ennyi év után, van egy ilyen válveregetés, hogy ez így rendben van, tehát hogy így reflektálok magamra, meg nézem, hogy mi történik. Nagyon sok haszna van ennek. Néha nagyon embert próbáló, meg nagyon kemény, de például az egyik haszna az, hogy észreveszem, ha valami nem jó nekem. Uh-huh. Tehát hamarabb megtanulok reagálni saját magamra. És mondjuk
szimatból kiszagolni. Na ez a felkérés, ez nem. Aha. Vagy ez a helyzet, ez nem. És mi van, amikor beállsz a tükör elé, és mondjuk nem tetszik az, és most főleg a fizikumra is, tehát ugye 5 hetes ma a kislányod, mondjuk ma reggel milyennek láttad magad? Annyira, hogy tudtam, hogy meg fogod kérdezni, és olyan jó volt így, vagy úgy sejtettem, kiszámítható hogy ez a két... vagyok, kész egy hát, nekem nem csak, úgy, nem csak mondtad, hogy ezért ez ilyen testorientált beszélgetés. Nem feltétlenül test, élet, döntések, az egész minden mindennel összefügg, csak érdekel, mert ez a tükörmotívum neked annyira ott van a gondolkodásodban és az alkotásaidban. Amikor belenéztem magam, belenéztem a tükörbe, belenéztem magamba, milyen szép, igen, amikor belenéztem magamba, a tükör által mutatott képben, akkor először nem tetszett ma reggel, tehát akkor még mesztelenül voltam, és akkor minden látszott. Azt hiszem rajtam volt Panni, meg Lili ott körülöttem rohangált, és akkor úgy mesztelenül, hogy minden látszik. Aztán utána felöltöztem, és nem csak a ruha eltakarás miatt, a ruha eltakaró funkció miatt, de valahogy úgy elkezdtem így érezni, hogy mennyi embert szolgál a testem, szolgálja a férjemet, mert megöleltem, szolgálja a kislányomat, mert nem tudom, ráraktam a mellemre, szolgálja Lilit, mert éppen enni adok neki, vagy éjszaka ő is hozzám bújt, és így, amit nappal nem tud megszerezni belőlem, azt megszerzi éjszaka. És elkezdett termelődni, szerintem valószínűleg dopamin, de hogy lett egy ilyen hálakör bennem, és aztán sírt a kicsi, és felkötöttem a mellkasomra, és kimentünk a hegyre sétálni, Lilivel meg Pannival, és akkor azt éreztem, hogy erős vagyok, hogy 5 hetes gyermekágyas létemre most már 2 hete minden nap nagy sétákat csinálok, a Pannival a mellkasomon, erős a lábam, erős a fenekem, a hasam már viszonylag visszament, tehát hogy van egy ilyen pozitív üzenet magam felé, és ez mondjuk, mit mondjak neked, egy órának a termése. Egy tehát órán belül. Igen, tehát az első kép az Úristen, hány kiló van, még Úristen, mikor fognak el. Úristen, a stiák nem fognak soha elmúlni, és ő végigment, oké, nem aludtam eleget. Fél óra múlva meg tök más színezete volt. Hát ez figyelj, mondom, hangyaboly, tehát jön, megy, és aztán majd így megkérdezett fél óra múlva, lehet, hogy megint épp nem tetszem magamnak, de hát ez ilyen. Emlékszem, mikor a Lilit szültem, és 3 hét után volt a születésnapom, és elmentem a Goda Gábornak egy ilyen táncórájára. És akkor ahogy így rám nézett egy gyönyörű szemmel, hogy ez is egy tök jó test. Uh-huh. Tehát funkcionál, és annyira olyan jó volt abban a szembe így belenézni a Gábor, aki azért sokat tud a testről, hogy ez is egy tök jó test. És hogy ez nagyon sokszor eszembe jut most így a második szülésem után. Hát akkor sok ilyen szempárt kívánok neked, meg sok erdei sétát magadra kötve a kicsivel, és téblából van nagyobbal, meg akit még szeretnél magad köré. Köszönöm. Köszi, hogy itt voltál. Én megköszönöm, hogy beszéltél. Folytatjuk. Jó. Van egy ilyen ösztönös tudásom, és igen, nem szültem saját gyereket, de sok gyerekkel vagyok olyan kapcsolatban, mintha az anyukájuk, nevelőanyukájuk, pótanyukájuk lennék, de én ezt nem így gondolom. Évi van, aki tud szeretni, és gyerekek vannak, akik vagy elfogadják, vagy kezdenek vele valamit, vagy nem.